Új ülőkék, kifestett folyósók, új világítótestek, szallagfüggönyök az ablakokon, felújított laboratórium, mozgáskorlátozott illemhelyiség. A Legyen az Ön Szívügye és Alapítvány munkájának köszönhető mindez az Aszódi Rendelőintézetben. Dr. Bodó Zsolt az alapítvány megálmodója, az Aszódi Rendelőintézet volt igazgatója, belgyógyász főorvos, a tervekről is beszélt műsorunknak. Több éve működik már a Legyen az Ön Szívügye és Alapítvány itt Aszódon. Pontosan milyen munkát végeznek? Hát az volt a célunk, hogy a rendelőintézet fenntartójának, illetve a működtetőjének a munkáját segítsük, hogy komfortosabbá tudjuk tenni a betegek várakozását. Olyan dolgokat sikerült megoldanunk, mint például az ülőkéknek a kicserélése, szalagfüggönyök kerültek az ablakokra, kifestették a folyosókat, új világítótesteket szereltek föl, és hát az egyik, szinte talán az egyik legfontosabb mozgáskorlátozott WC-t sikerült kialakítani, és anyag szinten hozzájárultunk a laboratórium helységeinek a felújításához. Talán ezek a legfontosabbak. Kikből áll az alapítvány? Hát van egy elnöke, és van két kuratóriumi tag. Úgyhogy az alapítvány kicsi, tehát csak három ember. Egyébként milyen a viszonyuk a fenntartóval, hogyan tudnak együttműködni? Én azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a fenntartónk a korábbi, illetve a jelenlegi fenntartóval tökéletesnek mondható, hiszen bizonyos dolgokat átvállalunk, amit az anyagi lehetőségeink megengednek. És ez jó a működtetőnek, illetve a fenntartónak is. Egyébként gondolom vannak önkormányzatok is, amelyek bizonyos munkátokat támogatnak. Hát most legutóbb a laboratórium helységeinek a felújításához konkrétan pénzbeli támogatást is kaptunk. Turától, Aszódtól, Baktól, Ikladról, bocsánat, muszáj puskáznom, Galgamácsáról, Galgagyőrkről is. Az összeg ez nyilván az önkormányzatok anyagi helyzetétől függött. Összességében 680 ezer forintot kaptunk. Egyébként az alapítványnak melyek a céljai, mit szeretnének a közeljövőben megvalósítani? Hát ötleteink lennének, mivel az Aszódi rendelő most 50 éves, bizony vannak olyan részei, amelyek már erősen felújításra szorulnának. Szeretnénk, ha a mellékhelységeket előbb-utóbb föl tudnánk újítani. Jó lenne egy olyan parkolót kialakítani az épület mögötti területen, ahol nem lenne olyan zsúfoltság, és a mentőbejárás szabaddá válhatna. Régi tervünk volt az, hogy megpróbálunk a MÁV-tól egy kis területet valahogy megszerezni, és akkor egy körforgalmat tudnánk kialakítani, a jelenlegi bejáraton bejönnének, és a jelenlegi MÁV területén keresztül egy másik úton ki is tudnának menni az udvarból a betegeket szállító személygépkocsik. Ehhez milyen források szükségeltetnek? Hát egyszer már eljutottunk odáig, hogy a MÁV igazgatóság már foglalkozott azzal egy kis terület átadásával, ezt újra föl kellene eleveníteni, és hát mint minden itt is a pénzbeli támogatáson múlik, ugyanakkor, ahogy eddig is történt, nagyon sok egyéni vállalkozó segített nekünk, abszolút önzetlenül, tulajdonképpen az anyag áráért megcsinálták a felújítás nagyon nagy részét. Úgyhogy ezért hálásak vagyunk. Egyszer remélem meg tudjuk oldani azt is, hogy név szerint is meg tudjuk köszönni ezeknek az embereknek a segítségét. A 60-i kórház az alapítvánnyal karöltve munkálkodott az Aszódi Rendelőintézet megszépüléséért. Új röntgenkészülőket helyeztek üzembe, felújították az ultrahang és a masszázs helyiségeket is. Most a fizioterápiai ellátás fejlesztése van folyamatban. Dr. Stankovics Éva igazgató azt mondja, a 60-i kórház kistestvérének tekinti az Aszódi Rendelőintézetet.
Mennyire tartja szívügyének a 60-i kórház, az Aszódi Rendőrintézetet és a működését? Mi ugye 2013 április 1-től vettük át az Aszódi Szakrendelőintézet működtetését, és azóta, mint látható is, a kedves nézők láthatják, folyamatos a fejlesztés a rendelőintézetben. Mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ezt a körzetet, ezt a térséget, hiszen korábban történelmi hagyományok alapján is az Aszódi térség oda tartozott a 60-i kórházhoz, és mi is elkezdtük a rendelőintézetet, ahogy átvettük, rögtön fejlesztettük, egy kicsit felújítani. Ez azt jelenti, hogy rendelőről rendelőre haladunk, tehát nem egy egyszerre történő látványos felújításról beszélünk. Felújítottuk közösen az alapítvánnyal a laboratóriumot, felújítottuk és kialakítottuk az ultrahang helységet, a terhes gondozást, beszereltünk ugye egy új röntgenkészüléket, felújítottuk a röntgen helységet, a masszás helységet, és terve van most, folyamatban van a fizioterápiás egységnek a költözése és a felújítása is. Úgyhogy, ahogy az előbb itt főorvos úr mondta, a kistestvérünknek tekintjük az Aszódi Rendelőintézetet a szószoros értelmében, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy fejlődjön és tökéletesen működjön. Itt vannak nagy távlatú tervek. Voda doktor úr említette, hogy például parkolót szeretnének, mával szeretnének együttműködést. Ebben önök hogyan tudnak segíteni esetleg finanszírozásban vagy lobbizásban? Mind a kettőben természetszerűleg. Azt kell, hogy mondjam, hogy az alapítvány nagyon kreatív, kezdeményező, és mi ennek nagyon örülünk. Itt a rendelőintézetünk helyi vezetőjével közösen dolgoznak, minden kezdeményezés eljut hozzánk. Én is, hogyha jó magam tehetem, azért hetente akár többször is kijövök ide a rendelőintézetbe. Igen, akár lobbizunk polgármester úrral, közösen próbáljuk a rendelőintézet érdekébe elérni azt, hogy minél könnyebben eljussanak ide a betegek, minél könnyebben megkapják az ellátást, és igen, sokszor financiálisan is segítjük, hiszen ez fenntartói kötelezettségünk. Mi kapjuk ugye a rendelőintézet után a finanszírozást, és azért az nem csak abból áll, hogy elköltjük, hanem vissza is kell forgatni a rendelőintézet működésébe. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan veszik igénybe itt a szolgáltatásokat. Most ugye reggel van, és nagyon-nagyon sokan állnak sorba. Önöknek, mint fenntartónak, mi a terve? Milyen osztállyal lehetne bővíteni az Aszódi Rendelőintézetet? Mit szeretnének megvalósítani? Én inkább azt mondom, hogy szakrendeléseket szeretnénk kihozni, amennyire lehet a 60-i kórházból, és hogyha itt nem tudjuk szakemberrel megmondani, akkor akár 60-i kollégákkal is. Erre jó példa a terhes gondozás, ami eddig nem volt túl szervezett az Aszódi térségbe, vagy Aszódon, ezért gondoltuk azt, hogy kialakítjuk ezt a rendelést, és ide például a helyi, itt a helyi doktorokon kívül mindig a más-más kolléga fog kijönni a 60-i kórházból, és a kismamáknak ezért nem kell elutazni, hogy terhes gondozásban részesüljenek, de más rendelésekben is gondolkozunk, amiből egy-két órát itt a rendelőintézet területén el tudunk helyezni, endokrinológiai rendelés, diabetológia, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert itt ez a térség eléggé érintett ezekben a betegségekben. Magában a 60-i kórházban is történnek fejlesztések, miről van szó konkrétan? Hát igen, a mi intézményünk sem nélkülözi a fejlesztéseket, hála Isten az utóbbi időben. Épp most november végén fejezünk be egy járóbeteg rehabilitációs központ építését, illetve a mi tüdőgondozónk most ott beköltözött a szakrendelő intézetbe. Ez a két projekt mindösszesen 500 millió forint összeget tesz ki, ugye ezt uniós pályázat révén nyertük el, és hogyha minden jól megy, előkészítés alatt van, március elején kezdjük meg a műtőblokk építését, ami egy 2,2 milliárd forintos, szintén uniós projekt, és még elbírálás alatt van a homlokzati szigetelésünk nyilászáró cserénk, az úgynevezett KEOP pályázat keretében, ez is egy 500 millió forintos nagyságrend. Én azt gondolom, hogy ha ez a három projekt 2015 közepére várhatóan befejeződik, akkor a térségben egy nagyon modern, fejlett kórházzal fogunk rendelkezni,
érkezni, aminek természetesen minden előnyét az Aszódi térség lakói is élvezni fognak, hiszen innen a rendelőből bármiféle fekvőbeteg ellátásra vagy kórházi ellátásra ugye a 60-i kórházba jönnek a aszódi betegek. A közelmúltban változtak az úgymond körzethatárok, tehát bizonyos ellátást például a gödöllőiek is a 60-i kórházban kaphatnak meg. Ez így van, így van. Ugye a 60-i kórház nagyon híres, és a szó pozitív értelmében a traumatológiai ellátástól. Tavaly július 1-e óta a traumatológiai ellátásunk valamennyi ellátáshoz hasonlóan egyébként megduplázódott lakosságszámban. Igen, a gödöllői térség is traumatológiai, neurológiai ellátásban a 60-i kórházhoz tartozik. Ez egészen Gyöngyösig terjeszkedik ez a térség. Traumatológiai ellátásban több mint 200 000 fő az, ami a 60-i kórház ellátási területéhez tartozik, de valamennyi szakmában tavaly július 1-e után megduplázódott az a lakosságszám, ami a kórházunkhoz tartozik. Ez is indokolja ezeket a fejlesztéseket. Ön szerint melyek azok a betegségek, népbetegségek, amelyek manapság a leginkább veszélyt jelentenek a lakosságra? Hát sajnos, amit mi is minden nap hallunk a médiában, a szív- és érrendszer, illetve a daganatos betegségek azok, amelyekben a legjobban érintett, akár Pest megyének ez a része, akár Heves megyének a 60-i gyöngyösi része. Sajnos egy öregedő társadalomban élünk, ez fokozottan jelentkezik az egészségügyi ellátásban, de a kórház például abban is tesz, vagy igyekszik tenni, hogy ezeknek a betegségeknek a kiszűrésére ingyenes szűrővizsgálatokat szervez. Például ilyen lesz a november 23-án legközelebb, ott a daganatos betegségek lesznek a fókuszban, és természetesen az aszódi, illetve az aszódi kistérség településein is meghirdetésre kerül ez, és sok szeretettel várjuk oda is a lakosságot valamennyi rendelőintézetben, háziorvosi rendelőben, hivatalban a plakát elhelyezésre kerül, ez szombaton reggel 9-től 1 óráig. Várunk mindenkit, meg a megelőzés nagyon fontos, és hogyha időbe észreveszünk, bármilyen ilyen jellegű betegséget, az jó eséllyel gyógyítható.